Sziasztok, és üdvőjre itt a sorozatunk 130. epizódjával. Nagyon durva, hogy lehet az, hogy már a 130. résztel tartunk, pedig mintha még csak most kezdtük volna el a második évadot a 100. epizóddal. Mindenesetre ebben a részben rögtön egy vakon szimulátorral fogjuk kezdeni, ugyanis azt vettem észre, hogy hiába bővítettük az elmúlt epizódokban ezeket a pincéket, további helyre van szükségünk. Úgyhogy már magamhoz is vettem ezt a drillet, de egészen más típusú helyre, mint amikre eddig lett volna szükségünk, ugyanis tök jól megcsináltuk ezeket a pincéket, hiszen tök könnyű járni a szintek között, és könnyen hozzá tudunk férni ezekhez a gépekhez. Tényleg nem kell sokat mozogni, hogy az egyik faltól a másikig el tudjunk jutni, ahol a gépek vannak, viszont nekünk egy hasonló gyártósorszerű pince kell, egy sokkal-sokkal nagyobb helyszín, ahol le tudunk tenni egy csomó gépet, összekötni csövekkel, és hasonlóképpen automatizálni folyamatokat, mint például ahogy ez itt a Majestic Ingotnál is volt. Tehát egy ilyen rendszert például nem igazán tudok semmilyen úton, módon elhelyezni ebbe a pincébe, sajnos csak így pincén kívül, tehát hogy ez minden csak nem szép és nem könnyen elhelyezhető. Viszont erre is találunk megoldást, és ahogy láthatjátok, itt már megkezdtem a pince átalakítgatásokat, szóval itt például az autocraftingok kaptak egy új helyet, hiszen az előző részben megcsináltuk az MI rendszerünk fejlesztését, és ezt itt el is kezdtem lebontani, szóval ez most kicsit úgy néz ki, mint a Terminátor csupaszon. Tehát így el tudom képzelni, hogy ha Minecraftban lenne egy gépek lázadása, akkor ez a szerkezet jönne felém, hogy egy lézerrel szétsokkoljon. Na de mindegy, még szerencsére nem keltek öntudatra, szóval ezeket így el tudjuk innen pakolni, és akkor kibővíteni majd az új helyszínen egy sokkal nagyobb MI controller része, pont ahogy az előző részben csináltuk, a peer-to-peer kábelekkel, stb. Szóval, ja, ezt még mondjuk lehet, hogy kicsit hamar szedtem le, mert még ezekre a drive-okra szükségem lesz. Nem mondjuk innen még el tudom őket érni, jó? A kék multiblock structure-ök is lejjebb kerültek egy szintre, ahogy ígértem. Ezeket ide lepakoltam, tehát a Master Assembler, meg a Alloy Smelter, azok itt len lesznek, de ugyanúgy működnek, mint ahogy fent is működtek. Szóval kezdjünk bele az ásásba, és hogyan bővítsük a pincét, mert minden irányba véges a területünk, itt például a kiásték a disznókhoz. Errefelé a smeltery van, errefelé a helynek az oldala, ahol a méhekbe fúrnánk bele. Szóval egyedül ez alatt, tehát egy szinten lejjebb tudnék kinyitni még egy ajtót, mondjuk valamerre errefelé. És itt szerencsére, hogyha itt elkanyarodunk majd egy picit balra, akkor itt lesz egy egész nagy hegy terület, amit szépen be tudunk majd építeni. Tehát tényleg átcsapunk vakon módba, és akik nézték a kodos streameket, azok azt is tudják, hogy pontosan milyen hangot ad ki egy vakont, az pedig nem más, mint a szóval ezzel a hangeffekttel megindulunk, és bányászunk addig, ameddig bele nem fúrunk valamibe. Szóval ebbe az irányba szerintem tudunk egy körülbelül ennyit jönni, és ezt még tudjuk lejjebb is vinni. Hát itt nem tudom erre, ó, túl látszik, hogy a temetőnk lesz. Szóval ebbe az irányba sem nagyon tudok tovább bővítkezni, csak így mondjuk még egy pár blokk erejéig. Itt meg már látom, hogy mindjárt átásunk a Space Stationünkre. Szóval igen, körülbelül ilyen lesz a szélessége. Na nézzük meg akkor a hosszúságát, mennyi fér ki belőle. Nagyon kellemes dolgom van ezzel a driller, igazából nem is tudom, mi lenne nélküle, hogyha mondjuk ezt simán vanillába kéne kiszennünk. Itt már azt hiszem hamarosan érkezünk a helynek a széléhez. Szóval az összhosszúsága, na az kb. Ilyesmi, tehát itt értünk ki. Ezt a részt szeretném így végig beépíteni, és megcsinálni egy ilyen factory line-nál. Mondom, még pontosan a dizájnját nem találtam ki. Nem szeretném nagyon fancy-re megcsinálni, mint mondjuk a pince többi részét, mert ennek pont az lenne a lényege, hogy tényleg minden gépet csak úgy le lehessen hájni, mert hogy így egy helyre ledobálni őket, és akkor tudjanak ott működni egymás mellett. Aztán, amilyen dizájn kikerekítünk neki, az olyan lesz, amilyen. Szóval szerintem kezdő helyszínnek az Infinity Catalyst automatizálásához egyelőre megteszi. Úgyhogy indulunk lefelé, és hogyha már egy szoba kerültek a bedrockok, gyorsan lecsekkolom, hogy haladnak a Voider Minerek, amiket szintén sikerült azóta bővítenem még egy párral. De nem ez a lényeg, ugyanis ezeknek most már vannak ilyen kristály lencséik, szóval a kiszedett dolgok azok csak egy dolog, a legfontosabb nekünk, hogy vajon találtak-e Kyronite kristályokat, tehát az új kristályt, ami majd a harmadik tínek a továbbfejlesztéséhez lesz szükséges. Egy csomó 252, 340 lett az Erodiumból, te durva, és a Literite-ból meg 600-nál tartanak most már. Szóval nem rossz, így készül a tier 3-as változata a Voider Minereknek, szóval ismételten kell hozzá az előző tierből egy darab. Szóval is mondjuk itt egy 2-es Voider Minert, és a többi nyerség az megvan hozzá, szóval megyek is vissza és összekraftolom őket. Na nézzük, most már csak be kéne kötni. Még jó is lesz az előzőnek a helyre, de igazából kettőt is készítettem volna, mert szerintem kifér. Ezt ide lepakoljuk, kell a Master Assembler, és akkor elkezdjük ennek is megcsinálni a borítását. Ez már jó hatalmas gép lesz. Szerintem még pont elfér. Rögtön a modifierökkel együtt készítettem el, ebben most már nem csak 4, hanem 8 is fér. És hát feltöltöttem ezekkel a speed modifierökkel, szóval az biztos segít még rajta, összeállt a szerkezet.
Hát egy nagy tányér, nem tudom, az előzőköz képest. Akkor elkezdett alul dolgozni, hát ez tényleg ki lett centízve. Szóval errefelé kéne még bővítés, hogyha úgyis belemerültünk itt a vakondkodásba, akkor én rögtön fúrom is tovább a területet. Végig bedrock szinten, és akkor ezeket is fel tudjuk majd tölteni később Hoidor minerökkel, meg igazából mindenféle változatukkal, amit csak kell. Hát ide jó, egyelőre úgy néz ki, hogy jó lesz, még egy kicsit a magasságon javítunk. Egyébként hamarosan mindjárt összeásom a fentebb kiásott területekkel, szóval lehet, hogy annyira nem is tudok már magasabbra menni. Nézzétek meg Zafir, hát erre régebben egy teljes livestreamet felépítettünk, hogy Zafirokat keressünk. És mostanra már annyira értéktelen, hogy az ember egy pár talál így egy csomagban, akkor messze, de ott is kell, hogy hagyjam, egy annyira nem tudok valamit kézzel. Nem éri meg nekem oda menni, felvenni, betenni az inventory rendszerbe, mert hogyha kell is mondjuk Zafir, Emerald, Peridot, ilyesmi, akkor az általában sok százezeres vagy milliós mértékbe kell. Úgyhogy nézzük meg például, mit termelt a Astrominerünk. Hát, that's cute. Szerintem nagyon rá sem fogom kötni erre a hálózatra. A Holdról még hozhatna, meg az asztroidákról értékes dolgokat. Csak ott még rá kell jönni, mondjuk milyen chunk loadert használjak, mert amit eddig használtam, az sajnos pont nem működik. Na hát kimértem az új helyszínünknek a közepét, és áthoztam ide az Emmi kontrollereket. Itt lesz akkor ez itt középen, és körülötte lehetnek a képek, igazából össze-vissza lepakolva tényleg bármilyen formációba. Most már akkor csak be kéne kötni a többi vezetékünkkel, szóval innen rögtön egy zöld kábelen keresztül vezetem is tovább. Ez lesz így akkor a, nem tudom, a gerinchálózat, vagy hogyan hívjuk ezt? Tehát egy kb. Minden, ahonnan majd el lesznek osztva a peer-to-peer kábelek a bázis különböző részére. Remélhetőleg nagy részét tudom maradni ezen az új helyszínen, de igazából innen bárhová vezethetjük őket. Az első csatlakozási pont az meg is van, és mennyi is a crafting rendszerben. Illetve akkor csak, hogy lássuk, hogy működőképes-e a dolog. Ide rá is lehetne kötni egy pár monitort. Válasszuk el az alhálózattól. Jó. És akkor mehetnek itt a monitorok. Interface terminál, egy crafting terminál, és még egy pattern terminál. És akkor most egy csomó csalak segítségével ezt a területet így el is fedhetjük, amennyire csak lehet. Ez egy nagyon satisfying érzés lesz egyébként, emberek, már előre várom. Imádom a Diamond Vendet egyébként is. De különösen olyan nagy akcióban, amikor ilyen hatalmas területeket lehet egy belefenni vele. Ah, rohadt jó! Aki egy oldala megvan. Ez meg a másik olyan eszközöm, mint a drill. Nem is tudom, mi lenne nélküle. Hogyha ezek nem lennének meg, biztos, hogy nem kezdenék bele valószínűleg ekkora projektekbe. Mert hogy tudom, hogy vannak, akik sima vanilla szervereken is hasonló méretű építményeket csinálnak, és minden elismerésem nekik, mert a világ összes idejét bele lehet ölni ebbe a játékba. De azért így modos Minecraftban mindig egy fokkal egyszerűbb a dolgunk. Aminek egy picit örülök is, mert hogy viszont egy csomó nehezítő tényező is van, amivel szintén csak az ember az összes idejét el tudja tölteni. Tehát így lesz értéke a dolgoknak. Ja, el fog törni a Diamond Vendem, ami nem lenne annyira szerencsés, mert úgy emlékszem, hogy értékes volt. Ah, nem merem tovább kockáztatni, mindjárt eltörik, ezt kicsit tölteni kell. De amúgy majdnem teljesen lefettük ezt az új területet, ezt az új termet. Baromi jól néz ki már most. Tudom, hogy semmi nincs benne, de már most jól néz ki. És akkor amit fent is megcsináltam, hogy ne kell minél is alkalommal lejönni ezekért a monitorokért, így lesz egy úgymond fedélzeti terminális. Itt egy kicsit átpakolgattam a crafting rendszerünket. Itt lesznek a crafting stationök, Kirby plushy, Duci Steve, meg egy random zombi. Nem tudom, Steve ez passzol. És a túloldalon pedig ezek a megszokott artisan workbench-ek. Ide jöhet is akkor már is be a vent. Töltődj! Javítódj! Ez pedig akkor a felszíni számítógépünk lesz, aminek a színe is véletlenül lettek olyanok, mint amilyenek. Lesz egy saját Windowsunk, és egy kis trükközéssel oldottam meg, ugyanis vannak ilyen takaró blokkok, amiket ide lehet szedni, és a monitoroknak a színeit úgy lehet megváltoztatni, hogy milyen színű kábelet csatlakoztatjuk rá őket. Szóval itt belevezettem a falba, és a falon keresztül, sőt van erre egy újabb eszközéket, gyorsan visszapakolom. A falon keresztül elrejtve levittem a pincébe. A networking tool-lal, hogyha kattintunk, akkor át lehet látni ezeken a takaró blokkokon, amiknek egyébként bármilyen textúrát adhatunk, tehát valahol stone brick, valahol csalk, tehát kiválasztjuk a textúrát, és lehet vezetni úgymond a falban is a vezetékeket, amik így egy kattintásra tök jól elrejthetők és visszahozhatók. És ami a legjobb az, hogy nem csak át lehet látni rajta, hanem be is lehet nyúlni, és egyrészt kírja, hogy jelenleg hány összetevős a hálózatunk, másrészt pedig rendesen használni is tudjuk a dolgokat, tehát például hozzá tudok jutni a terminálokhoz, vagy éppen be tudom töltögetni ezeket a kártyákat, kivezetéseket állítgatni, szóval nagyon-nagyon praktikus. Na vissza akkor ide, és itt is történtek még változások, hogy azok a képek, amik eddig a pulverizerök voltak, tehát amik porokat alakítottak, amik kiégették az érceket, vagy amik lelapítgatták őket, azok itt voltak ennek a helyén, áttelepítettem őket most ide, igazából csak lejjebb kerültek egy szinten, itt vannak a chestek alatt. Viszont a chestekből automatikusan ki tudják szenni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk átalakítani.
Kiveszünk például egy adag platiniumot, de bármilyen ért is lehet, ezt csak jelzésképpen tettem ide, hogy mondjuk ez ingotokat készít, ez mondjuk ledarálja őket, ez mondjuk blokkokat csinál belőle, és ez pedig lapokat. Ezért rögtön alatta be is került, tehát hogyha bármi probléma van a rendszerben, akkor innen elérem és tudom debugolni a dolgokat. De annyira nem akartam őket elrejteni. És a túloldalon a kész itemeket szintén falban vezet be, már rögtön rá is köti erre a gépre. Szóval tök jó, igazából semmi új nincs benne, pont amiket az előző részekben megnézegettünk, viszont itt most a gyakorlatban akkor meg is tudom mutatni, hogy hogyan lehet őket felhasználni. Aztán még ide ME drive-okat, csak hogy akkor ezt a részt is akkor teljesen átalakíthassuk, kicserélhessük, és akkor ez a szint lesz mondjuk a raktározó és automatizáló részleg. A felettünk lévő szint volt az ilyen közönséges crafting station részleg, vagy helyszín, és akkor az alsó szint pedig lehet az ilyen multiblock structure-ös kék gépekkel teletett a modular machinery, az még ide valószínűleg egy csomó helyet el fog foglalni. Jelenleg így nézünk ki, na most összekötjük akkor még ezeket a crafting monitorokat ezzel is, meg az jelenlegi összes gépemmel, mert ez még az, ugye az előző hálózatokon van rajta, ez az egész dzsuva. És akkor most át kell őket kötni erre mindenre a zöld kábelre, mondjuk most már elkezdtem áthozni őket, szóval csak a fehéreket le kell cserélni a zöldekre tömerre röviden, de akkor is egy örökké valóság lesz. Na hát meg is vagyok, és hogyha minden igaz, akkor most már csak ezeket a paneleket kell rákötni a hálózatra, hogy megjelenjenek itt is az itemek. De kiválasztunk itt egy oldalnak, és mondjuk hozzá kötjük ehhez. Na nézzük. Ah, és itt van minden, tökéletes. Nagyon okosan ki van ezt találva. Egy teljesen új hálózat, de nekem meg se kellett mozdítanom az itemeinket, igazából ugyanott tároljuk, ahol eddig is voltak, csak most már nagyobb helyen. Sőt, hát ide akkor még pakolhatok még storage szelleket, amennyi befér. De még valószínűleg nem tudjuk egy ideig feltöltögetni őket, pedig most már egészen nagy mennyiségben lehet őket készíteni. De mindegy, most az biztos, hogy hely az lesz szídeknek is, meg úgy egyébként az itemeknek is. Ennek örülünk. Most már csak el kell vezetni az Ender Chest-nek a bejövő útját, mert az nyilván megtelt a méhekkel, meg a növényekkel. Kell ide egy import pass, jöhet ide, dobunk rá egy adag gyorsítót, és elméletileg akkor mindent ki is szív. Na hát összeállt akkor végre a dolog, és akkor is kezdhetjük rákötni az első gépeinket, mondjuk akkor itt ismételten leválasztok neki egy oldalt, lényeg ez mondjuk ennek az oldala, és akkor 32 gép, 32 csatorna itt most áll rendelkezésünkre, amiből most egy párat akkor ide be is kötök, hiszen volt itt nekünk egy nagy crafting szerkezetünk, a Molecular Assembler-ök segítségével, meg egy crafting processzor segítségével itt tudjuk kiadni a termináljainkba, hogy miket készítsen nekünk semmi rendszer. Megvannak, pont hogy kint is megépítettük, elvileg be vannak csatlakoztatva. 14 csatornát foglal a 32-ből, ez pont a 14 darab assembler, tök jó. Szóval mondjuk itt a narancssárga szín fogja jelölni az itteni képeket, ameddig meg nem telnek a csatornák. A lila kábelek lesznek felelősek a tárhelynek az összekötésért, és végül helyeztem le ide világos kék és piros kábeleket is, a világos kék az automatizációért, a piros az pedig rögtön fentre, a fenti terminálok összekötéséért felel. Ó, igen, ezt majdnem elfelejtettem, a crafting processzorunkat még le se helyeztük. Egy dolog, hogy nem van a Molecular Assembler, de mit érez enélkül? Szóval mondjuk legyenek itt ilyen lilák a szélei, co-processing unitokkal telepakoljuk. Legyen két monitorja rögtön, itt az elején. Megemeljük még egy szinttel, aztán majd el kéne nevezni valami jó névvel. Hagyjatok valami jó nevet ennek a processzornak, please. Mi az első dolog, ami eszetekbe jut erről a hatalmas gépezetről? Hogyan lehetne ezt elnevezni, mert hogy egyébként utána már erre a névre hivatkozva tudjuk megtalálni a crafting rendszerünkön belül, szóval ki lehetne ki majd adni feladatokat. Visszatérve ide, a fentivel is el tudjuk-e vajon ugyanúgy élni, igazából bárhány ilyen terminált rátehetünk. Tök jó, itt is látszik az összes item. Lent is úgy én meg szeretném csinálni ezekre a színekre, a terminálokat, szóval ott is legyen egy olyan panel. Sőt, mi több, ez egy olyan helyszín, ami abszolút mértékben liftezhető lesz. Szóval ki is néztem egy helyet, ahol szeretnék építeni magamnak egy elevétört, de rengetegféle elevétör blokk van, több különböző módon belül, nem tudom melyiket készítsem el. És hát emlékszünk, hogy egy galaktikraftos liftet mi is találtunk az egyik bolygón, de az olyan kis erdő, csak felvisz minket, nem is liftnek hívják igazából, meg levisz minket, így liftek több különböző állomás is kéne, hogy legyen, meg mondjuk akár egy teljesen zárt kabin, esetleg a felszínről is indíthatnék egy liftet. Úristen, csupa-csupa lehetőség. Na annyit nézzünk még meg, hogy a quantum processzorónak a gyémát adagolását tudjuk-e automatizálni. És fentre vezettem ide kábeleket, szóval jelenleg van benne most 4000 gyémánt blokk, a raktárunkon pedig plusz egy 1000 gyémánt blokk. Hogyha most ide bekötöm, hogy gyémántokat automatikusan töltögesse bele, akkor érkeznek is. És fel is tölti ezt az 1000-et. Nagyon jó, akkor ez is automatizálva van. És hát ezek is itt vannak is kiegészítésként, például plétekre van szükségünk, csak bedobom a gyémántokat, és már készíti is nekünk belőle. És el is kezdtek megjelenni a termináljainkon belül.
egyszerűen annyira jól működik, öröm nézni, imádom a technikai modokat. Olyan jó érzés egy működő szerkezetet létrehozni, pláne amikor ennyire smoothul működik az egész. Nagyon király. Sokkal jobb, mint a mágiai modok, mert azok se rosszak, csak mégis egy kicsivel másabb. Ez azért technika is. Viszont akkor nézzük is, hogy miket küldtetek, hiszen újra egy 10-es epizódhoz érkeztünk. Milyen mémek, rajzok és egyéb alkotások érkeztek tőletek. Na te jó ég. Az első dolog, ami szembe jön vele. Egy jóval komplexebb mi rendszer. Amikor azt hiszem, hogy építek valami forradalmi új technikai dolgot, akkor egyszer csak megkülditek a képet, hogy well, ez még csak a jéghegy csúcsa. De azért most már nekünk is alakul. Én ahogy hazaérek a suliból egy nehéz matek dolgozat után, az új Space Dragons rész, ami megszégyeníti a matek órákat, annyira bonyolult. Nem amúgy csak először tűnhet, hát a nehezebb részekhez még el se értünk. Igazából ti szoktatok kommentben nekem tippeket meg tanácsokat adni a technikai modokkal kapcsolatban is, szóval igazából nekem olyan, mint egy tanulási folyamat ez az egész sorozat. Ha a Gaia-t szobor formájába lehelyezzük, akkor széttöri maga alatt a blokkokat. Na de vajon a bedrockot is széttöri? Nagyon jó kérdés. Ezzel most adhatok nekem egy valami jó ötletet. Bizony, mint következő részben ezzel kezdjük. Az első, amit megcsinálunk, hogy legyőzzük a Gaia-t és megnézzük, hogy széttöri el maga alatt a bedrockot. Confirmed, Bence is gyerekeket ragaszt, vagy még kenyereket ragaszt a fákra, mint Jazz Feedman videóiban. Oh, és tényleg? Igazából csak kéznél volt. Azt kéne csinálnom, hogy minden egyes nehéz crafting után kitűzni egy kenyeret a falra. Vagy egy gyereket? A falra? Legends never die, dude. Az a baj, nem tudom, ez egy kakas, ami tyúk, de ugyanakkor, tehát hogy kukorékol, mint a kakas, meg rooster a neve, de hogy közben tojás tojik. Valami furcsa dolgok történnek itt az animéniában, vagy lehet, hogy csak nem kéne mindent kővé fagyasztom, mert lassan már kikresseltetem a játékot. Na, ezt a sárkányos rajzot szerintem még nem láttuk. Most is érkeztek tök jó alkotások. Viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre az epizódra is. Ez most egy lehet picit rövidebb rész volt, meg picit rövidebb community-tebb, de hagyjuk a következő részekre is sok mindent, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és addig is pedig minden jót, és sziasztok!